the way it should feel. Nagyon magas hőfokú mérkőzés volt. Nekem fiatalabb korú játékosaim vannak, akik szerintem hősiesen fölvették a tempót és az iramot a nálunk sokkal idősebb és nagyobb rutinnal rendelkező társaság ellen, és szerintem jó kis mérkőzést játszottunk. Én meg vagyok elégedve a lányokkal, tehát szerintem mentünk nagyon, és a pestiek is, tehát ők is jól játszottak, küzdés volt végig. Hát nekünk ez az év, ez ilyen tanuló év, mi 97-es, 8-as, 9-es játékosokkal játszunk ezt a 93-as bajnokságot. Ehhez képest az első fél évben szereztünk 14 pontot, ami nekünk szerintem nagyon szép teljesítmény. Most itt a második fél évben is az első mérkőzéseken főleg az erős csapatokkal találkozunk. Reméljük, hogy a második felében a bajnokságnak megint tudunk pontokat szerezni, és ott a középmezőnyben, ahol most vagyunk, ott tudunk maradni. Ennél kevesebb gólszámú meccset is játszhattunk volna, nagyon kapkodtunk, még a szezon elején vagyunk, nem szoktunk még össze annyira, de rajta vagyunk a felkészülésen, igyekszünk minden erőnket beleadni. A vége fele már kicsit forróbb volt a hangulat, mindenkit ütött, vágott mindenkit, de ebből szempontból a játékvezetők sem biztos, hogy nekünk ítélték a dolgokat, de ebben ellentétben mi próbáltuk a legtöbbet kihozni magunkból, próbáltunk teljesíteni a maximumon, nem mindig sikerült, sok helyzetet kihagytunk, lehettünk volna erősebb és gólerősebbek is, de mi megpróbáltunk mindent, eznek a következménye, hogy nyertünk 5 góllal, próbálunk minden jobbat, minden jobb helyezést elérni. Célunk mindent megnyerni, de nem célunk elsőnek lenni, mert nagyon nehéz lenne már innen visszafordulni.